Nyírbátor is felkerül a hazai felsőoktatás palettájára, miután idén ősszel mérnök informatikus és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzés indul a városban két egyetemmel együttműködve. A cél, hogy a hátrányos helyzetű régióban élő fiataloknak is lehetőséget biztosítsanak a tovább tanulásra. Beszélgető társam a témával kapcsolatban itt a 35 perc stúdiójában a település polgármestere Máté Antal köszöntöm. Én is köszöntöm a televízió nézőit is. A felvezetőmben elhangzott, hogy lehetőség a hátrányos helyzetű fiataloknak az, hogy nem kell megyeszékhelyre vagy fővárosig utazni ahhoz, hogy mondjuk Nyírbátorban épp ezt a két képzést igénybe vehessék. De már is az elején hadd kérdezzem meg, hogy ugye azért nem csak ez volt a cél, vagy nem csak ez az indok. Nyilván az indok az sokkal összetettebb, hiszen a legutóbb ezzel kapcsolatban rendezett gazdasági konferenciánkon is az egy kardinális kérdés volt, hogy egy gazdaság fejlődése kapcsán a lakosság jövedelem szerző képessége, tehát hogy milyen fizetést kapnak az emberek, ebből a szempontból a diploma, a felsőfokú végzettség az egy kulcskérdés. És nyilvánvalóan nekünk, a település vezetőinek, és akik a gazdaság fejlesztésében érintettek és érdekeltek, ilyen szempontból egy sokkal összetettebb kérdést kell tudni kezelni, magyarul azt, hogy egyébként a város gazdasági növekedése az fenntartható legyen, a település lakosság megtartó képessége az erősödjön, magyarul minél többen helyben tudjanak maradni, és ez nyilván egy összetett dolog, és ugyanakkor pedig az a lehetőség is meglegyen, hogy akik a mi térségünkben élnek, azoknak minél magasabb legyen a jövedelmi viszonyok, hiszen ez egy kulcskérdés a megélhetés, az életszínvonal tekintetében. Na most ezeket a szempontokat összegyúrva döntöttünk úgy, hogy egy ilyen, típusú egyetemi képzést elindítunk nyírbátorban. 2020 szeptemberében ez meg is valósul, ahhoz nyilván van egy 2020. február 15-ei dátum, ameddig az, a jelentkeznék kívánó hallgatók, ugye ezt hivatalosan is megteszik ezt a lépést, és jelentkeznek a meghirdetett képzésekre, Azért itt a szervezkedés, az előkészületek, azért egy kicsit korábban el kellett, hogy kezdődjenek ahhoz, hogy ez már egy, egy valós tény legyen ezekben a napokban, hetekben. Igen, valóban itt arról van szó, hogy egy olyan képzőközpont, közösségi, felsoktatási képzőközpont el működni nyírbátorban, ami egyébként már működött az ország több pontjain is. Ez annyiban különbözik a klasszikus egyetemi képzés. Től, amit mondjuk egy megyeszékhelyen működő egyetemi, egyetem ki tud helyezni, hogy itt gyakorlatilag nincs megkötve, hogy milyen szakon, és hogy melyik egyetem közreműködésével valósulnak meg a képzések. Magyarul a képzőközpont szervezi ezeket az egyetemi képzéseket, és az ország bármelyik egyetemével együtt tud működni. Nekünk az a fontos, hogy ezek a szakok, amik létrejönnek, ezek a piaci viszonyokhoz igazodjanak, és nekünk ehhez egy infrastruktúrát, egy, egy hátteret kellett biztosítani, ezért valóban már több évvel korábban elkeződött a régi gimnázium épületének a felújítása átalakítása, hiszen ez ad majd helyet ennek az egyetemi képzésnek. És nyilvánvalóan, mivel ezek államilag támogatott levelező szakon induló képzések, fontos volt, hogy az akkreditációt, a keretlétszámot, a szükséges engedélyeket, és az ezzel kapcsolatos szerződéses megállapodásokat a különböző egyetemekkel ezt minél hamarabb aláírjuk. Augusztus óta van egyébként engedélyünk, és ennek következtében lehetett eljutni odáig gyakorlatilag, hogy most, ha valaki felmegy a felvé.hu-ra, akkor két szakon most tud február 15-ig jelentkezni Nyírbátorba államilag támogatott képzésekre. Egyre gyakranban lehet arról olvasni, ugye Magyarországon is, hogy munkaerőhiány van, és úgy gondolom, hogy ezért ez Nyírbátorban és ott a környékén ez, ez, ez a mindennapos információs, csak annyi változás van, hogy mennyivel több ember tudnának alkalmazni, köszönhetően ott ugye főként az ipari parkban jelenlévő cégeknek. Ők hogyan, mennyire üdvözölték ezt a lépést? Nyilvánvalóan, hogy egy ilyen kisvárosban, egy ilyen új dolog nyilván település méretéhez képest mindenképpen egy nagy vállalkozás elindulhasson, hiszen ezt hívhatjuk ilyen szempontból egy nagy küldetésnek, egy nagy célnak, ahhoz sok szereplő kellett. Szükség volt a multinacionalis cégeknek a támogatására, hiszen ezek a képzések akkor finanszírozhatók, hogyha ezek piaci igényeket szolgálnak ki elsősorban. Azok a szakok indulnak el egy ilyen helyen, mint Nyírbátorban is, ahol a mögötte lévő gazdaságnak erre valós igénye van. Nem véletlenül a mérnök informatikus, és az agrármérnök az, ami most első ütemben megindult. Nyilván kellett hozzá egy szervezeti háttér, ezért is nagyon fontos, nyilván nagyon sok embernek a munkája van benne, de a Maga a Közösségi Képzőközpont vezetőjével, a Belinszki Katalinnal azért már két éve dolgozunk, hogy ez elinduljon, és nyilvánvalóan ilyen szempontból az egyetemek támogatása és a miniszter úr, a minisztérium támogatása. Palkovics miniszterú támogatása is kellett, hogy egy ilyen merész vállalkozás végül ebben az évben ö, sikerre vihető legyen. Ha jól tudom, akkor összesen 50 hallgató lesz. Az 50-ben van maximalizálva az, hogy el tudják kezdeni az, a tanulást szeptembertől. Most mit mondhatunk erről a jelentkezésekről, hiszen már február harmadika van. Igen, ez a finish gyakorlatilag, Igen. tehát én azt gondolom, hogy minden egyetemre jelentkező fiatal tudja, hogy mik az egyébként általános felvételi követelmények, amit ugyanúgy ebben az iskolában, vagy ebben az egyetemi képzőközpontban is teljesíteni kell. Az ezzel kapcsolatos minden nemű felvétellel kapcsolatos információk ugyanúgy a felvépont n találhatók meg. Egyébként, ha felmegy ma valaki ez erre a rendszerre, akkor úgy fogja látni ezeket a szakokat, mint az egyetem által meghirdetett szakok, tehát Óbudai Egyetem, informatikus, nyírbátor, államilag finanszírozott levelező. Nyilván lesz nem államilag finanszírozott is, de hát nyilván az elsődleges cél mindenkinek, hogy nyilván a finanszírozott szakokra, karokra bejussanak. És ilyen szempontból ez a február 15-e, mint minden országos felsőoktatási intézményben jelentkezési határidők, Ugyanúgy létezik, aztán majd nyilván lesznek pót felvételi határidők, hogyha még van keretlétszám, de én azt gondolom, hogy figyelembe véve, hogy elsősorban ugye, mi nem a klasszikusan kampuszszerű egyetemet céloztuk meg. Itt alapvetően az a cél, hogy azok a fiatalok, akik valamilyen családi, anyagi, társadalmi körülmény miatt nem tudtak eljutni, vagy nem tudnak eljutni egy, egy egyetem városba, hogy ott nappali hallgatóként tanuljanak egy versenyképes szakmát hanem mondjuk munka mellett kell ezt megtenniük ott a nyírbátori vagy a nyírbátor közeli cégeknél, akkor ez egy nagyon nagy segítség, hiszen nem kell elmenni távoli városba egyetemi oktatást hallgatni, hanem főleg elméleti, szak, elméleti tudást megszerezve volt helyben ezeket meg tudják ö, tenni, és ez anyagi és idő szempontjából mindenképpen egy sokkal kényelmesebb lehetőség. Amiről beszélgetünk, tulajdonképpen a holnapi napon válik igazán valóra, hiszen február 4-én reggel lesz a képzőközpont átadása, a felsőfokú közösségi képzőközpont átadása Nyírbátorban. Igen, itt azért azt látni kell, hogy ez egy a kormány által kitűzött cél, magyarul annak a célnak a teljesítése, egyfelől, hogy minél több diplomás fiatal tudjon dolgozni az országban, segítse a gazdaság növekedését és a munkahelyteremtést, másfelől pedig, hogy ezek az egyetemek helybe jussanak el oda, ahol a fiatalok ezt igénylik. Tehát nem Nyírbátor az egyetlen, ahol ez a törekvés elindult, Nálunk ez most ért révbe, úgyhogy a, 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 a hivatalos megnyitója ez nyilvánvalóan holnap lesz, de jelentkezni már ma is lehet egyébként a felvé.hu-n, és én mindenkit arra biztatok, hogy használja ki ezt a lehetőséget a megyén belül mindenképpen, hiszen a nyírbátori gazdaság, mint tudjuk, az most már az egész megyét ér, érinti, é, lefedi, és ilyen szempontból szeretnénk, ha minél több fiatal jelentkezne a nálunk meghirdetett szakokra. A beszélgetés végén pedig azt szeretném még hogyha kidomborítanánk kicsit, hogy ez milyen ragyogóan illeszkedik abba a városfejlesztési népesség megtartó folyamatba, amit ez a történelmi kulturális kisváros, lassan már ipari városnak is nevezhetjük szerintem Nyirvátort, amit eltervezett évekkel ezelőtt, hiszen a, a tavalyi alapkőletétel a, a lakóparkra vonatkozóan ugye a elég nagyfokú munkaerőhiány, és akkor most itt lesz a szakképzett munkaerő, tehát azért minden ebbe az irányba, Mutat, hogy hát igen, haladnak. ugye azt mindig el szoktam mondani, hogy a gazdasági növekedés, ami Nyírbátorban most már több mint tíz éve töretlen, és eznek, erre büszkék vagyunk, azt gondolom, valamennyien büszkék lehetünk, akik ebben részt vettek, az egyfelől egy lehetőség, másfelől egy felelősség is. Mi kitűztük azt célul, hogy ez a gazdasági növekedés akkor lesz igazán hosszú távon egy pozitív hatással a térségre, hogyha az ebben rejlő lehetőséget kihasználjuk. Ez pedig nem szól másról, mint hogy egy ilyen gazdasági növekedés mellett el kell érnünk, hogy a város és a térség lakosság megtartó ereje. Nőjön. Magyarul ne csak dolgozni akarjanak itt az emberek, hanem élni is. És ez egy sokkal összetettebb dolog, hiszen itt látni kell a biztonságot, a család egyéb szolgáltatásainak az igénybevételi lehetőségét, egészségügy, oktatás, a szórakozás, a lakhatási kérdés, a közlekedés, a közbiztonság. Ez mind együtt nyújtja azt a kínálatot, ami azt jelenti a családok számára, hogy Nyírbátor egy élhető és biztonságos város. És ennek igen-igen fontos szereplője vagy szegmense az oktatás. Ezért is tartjuk mi valóban ebből a szempontból is egy nagyon fontos mérföldkőnek a holnapi napot. Köszönöm, polgármester úr!